Mondod, hogy mindenképpen elmész. Szeretnéd, ha most beszélnénk meg? Nem, később, Leopárdom, majd később. Most megyek a fiamhoz, mert már egy jó ideje Lalával van. Hm? Hát, ha nincs más megoldás, rendben. Na jó, majd találkozunk. Jó reggelt! Hogy van? Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Apu! Kicsim! Gyere ide, kicsim! Apu! Apu! Visszahoztuk neked a kis hercegnődet. Na, milyen volt az utazás? Milyen volt Acapulcóban? Hm? Nagyon jó volt. Tényleg? De már annyira akartalak látni. Kicsim, annyira hiányoztál. Jaj, miért nem jöttél el? Te is bejöhettél volna a tengerbe velünk. Beatrice is ott volt, és nagyon jó volt, ugye, Beatrice? Persze, nagyon jó volt. És ez az utazás mindkettőnknek nagyon tetszett. És barátok lettünk. Most ismerkedtünk meg, és már is barátok vagyunk, apa. És Pajti, jaj, Pajti is a barátja, igaz, Pajti? Ugye, Pajti is? Igen. Igen. Nagyon örülök, kicsim. És miért nem jöttél le legalább egy napra, apu? Nem tehettem. Tudod, nem tudtam lemenni. Legközelebb mindannyiunknak el kell mennünk, még Blanka kisasszonynak is. Nem? A partról hoztam pár kagylót. Hol van Blanka kisasszony? Gyere ide. Maga itt? Mikor mondjam el neki? Mikor? Minek várjak tovább? Miért nem mondjam el ma, ha beszélek vele? Jaj, a fenébe! Na, mi van? Miért állt fel? Hogy köszöntselek. Hát azért jöttem, hogy beszéljek önnel a tegnapi miatt. Emlékszik? Én is mondani szeretnék neked valamit, Lilian. Mit, Leopárdó? Először mondja maga. Én azt akarom mondani, hogy... Keresem Blanka kisasszonyt. Maita, kicsim, Blanka kisasszony nincs itt. Elment? Uh-huh. És hová ment? Ahogy te elmentél nyaralni, hát ő is elment. De visszajön, igaz? Igen, kicsim. Mikor mond? Maita! Jaj, hercegnő! Hogy viselkedtél? Jól. Beatrice, itt a kicsim. Eduardo? Szia, hogy vagy? Odaadod egy kicsit? Hát persze, tessék. Nézd csak, milyen szép. Hey, várj, óvatosan. Gratulálok. Olyan egészségesnek és nyugodtnak tűnik. Igen, ő tényleg nagyon-nagyon jó gyerek. Én játszottam vele Acapulcóban, Rosszió, és tudom, hogy kell vigyázni rá. Tudok pelenkát cserélni, pisiset és kakisat is. Komolyan? És meg is etettem, ugye, Beatrice? Igen, Maita nagyon-nagyon sokat segített nekem. Sokat tanultam, úgyhogy megvigyázzatok a tesómra is, ha megszületik. Sokára fog még megszületni a tesóm, akit anyu vár. Annyira várom már, hogy megszülessen a testvérem, apa. Így. Maga is tudja, hogy a rendőrség gyilkosságért körözi, nem igaz? És akkor mi van, papocska?
Felhívja őket és feljelent, megmondja, hogy itt vagyok? Nem. Csak akkor, ha maga megkér rá. És én miért kérném meg rá? Mert vétett Isten törvény ellen. És ezért büntetést érdemel. És hogy vétettem? A 10 parancsolat közül az egyik azt mondja, ne ölj. Ez igaz. Én öltem és nem bántam meg. Akkor ez még tetézi a bűnt. Jól van. Ha bűnösnek tart, miért nem jelent fel? Miért nem telefonál, hogy tartóztassanak le? Mert ön Isten házában van. És aki nála menedéket keres, meg is találja. Figyeljen, Leopardo, én... Ennyire megleptelek? Tudja, én nem gondoltam, hogy... Gondolod, hogy egy olyan férfi, mint én, képes egy olyan nő mellett élni, mint te, anélkül, hogy beleszeretne? Maga most csak ugrat, igaz? Miért mondod? Mindenkibe beleszeret, aki csak az útjába kerül. Neked fáj, ha erre gondolsz, nekem meg amit gondolsz. És nem ez az igazság? Lilium, nézz a szemembe. Lilium, mondd meg, mit látsz benne? Ez szerelem, Lilium, tiszta szerelem. Nem egy érdektelen múló érzelem, ami csak csókot és ölelést keres felelősség nélkül, és ami gyorsan kialszik. Ami most történik velem, az egy teljesen tiszta érzelem. Ez egy igaz szerelem, egy jó szerelem, különleges. Egy igaz és őszinte szerelem, ami a szívem mélyéről fakad. Lilium, érted, hogy mit akarok mondani? Igen, értem. Hiszel nekem? Igen. És miért fordítod el az arcot tőlem? Lilium, miért nem nézel rám? Beszélj! Mondj valamit! Mondd el, mit gondolsz, hogy mit érzel! Lilium, kérlek, beszélj! Nem tudom, miért jöttem ide. Néha rám tör a vágy, hogy bemenjek egy templomba, egy ismeretlen erő hatására. Szeretne letérdelni és velem imádkozni? Nem! Nem azért jöttem, hogy festett képeket imádjak. Vagy hogy megbánjam a bűneimet. Nézni akarom, hallgatni és élvezni ezt a nyugalmat, ami idebent lakozik. Szeretem a templom illatát. Tetszenek ezek a magas ablakok, amik drága kövekként tündökölnek, ahogy az üvegen átsüt a nap. Szeretem ezt az égi zenét, ami úgy tűnik belőlük sugárzik. Szeretem a karcsú oszlopokat, amik a boltozat ígérnek. És ezeket a festményeket, amelyek körülvesznek. És szeretem a főoltárt is, ami előtt végtelen számú gyertya fénylik, mint halhatatlan apró fehér virágai a mennyek országának. Örökké égnek és virágoznak. Isten lábainál. Maga biztosan hisz valamiben, ha ilyen érzelmekkel tud beszélni róla. Nem tudom. Ha érteném, de nem értem ezeket a furcsa érzéseket, az életemet, semmit, nem értek semmit. Az egész egy sötét folt, van benne valami rossz, amit nem akarok elfogadni, nem akarok megérteni, és ellenállok. Ez a maga hite, kedves. Vagyis nem a magáé, hanem a másiké. Blankáj. Kérlek, mondd el, mit gondolsz. Csak így őszintén, amire ebben a percben gondolsz. Ne titkolj előlem semmit. Lilium, mit gondolsz? Arra gondolok, hogy csak ő csókolt meg szerelemmel. És most maga. És nem akarod elfelejteni azokat a csókokat? Nem akarod, hogy az enyémek letörőjék? Kérlek, válaszolj! Kérlek, válaszolj! Miért nevezi meg? Ő nem létezik. Már hogy ne létezne? És a harcban, ami kettejük között folyik, Blanka győzni fog. Soha! Erősebb vagyok nála, és uralkodom rajta. Az enyém. Enyém az agya, a teste, mindene. Ő az enyém.
Blanka már nem létezik. Ez nem igaz. Ennek a hosszú útnak a végén a jósága megmenti magától. A török asszonya nem fél senkitől és semmitől. Ne menjen el! Ne állja el az utamat! Tűnjön innen! Nem engedhetem el! Tűnjön innen! Meg kell, hogy öljön! Csak a holttestemen keresztül mehet el innen. Lilium, válaszolj nekem, kérlek! Válaszolj! Jaj, nem tudom, Leopardo.